A nyári horror igazából egy önálló kategória. Minden nyáron moziba küldenek egy horrorfilmet a stúdiók, mert tudják, hogy a kint tomboló hőség elől az emberek a jól hűtött plázákba menekülnek, ahol a mozi még jobban van hűtve, ráadásul még hideg kóla is kapható, úgyhogy miért ne szórakozzon a jó nép. Mivel a nyári horror a szezonális jellege okán tulajdonképpen eladja önmagát, idővel össze is mosódott ez a fogalom a fossal. Vagyis ezeket a hőségszülte ijesztegetéseket nem pusztán azért kunst túlélni, mert jellegük okán igyekeznek a frászt belénk állítani, de többségében a minőségük is embert próbáló. Ezzel a hátszéllel próbál szerencsét a Boogeyman, azaz a mumus, és én már kísérletet sem teszek arra, hogy összeszámoljam, hány filmet láttam a ruhás szekrényben lapuló rémről. A történet annyi, hogy adott egy család, ahol anyu meghalt, a tragédiát pedig érzékelhetően görgetik előre a rokonok, köztük a pszichiáter apuka, akihez egy nap betoppan egy exaltált figura, arról hadoválva, hogy egy rém üldözi, és veszi rá mindenféle ökörségre, például, hogy kinyírja a gyerekeit. Érkezésével nem csak az itt lakókat sikerül felzaklatnia, de a jelek szerint a mumusnak is sikerült kipécéznie magának a gyászolókat. Sietve leszögezném, hogy a filmet megint Stephen King nevével igyekeznek eladni, holott csupán annyiról van szó, hogy egy 73 márciusában leközölt novellájára hivatkoznak az alkotók. 73. Vagyis egy évvel első könyve a Carrie megjelenése előtt. Egy nagyjából 20 oldalas novelláról beszélünk, amit azóta már többször adaptáltak az évek során. Nem tudom, kinél mennyire működnek a King adaptációk, maradjunk annyiban, hogy volt szerencsém jókhoz, de messze nem annyihoz, amennyire rátette a kezét Hollywood. Van egy másik észrevételem, mégpedig, hogy a filmiparnak szerintem elkezdett feltűnni, hogy a nyári horrorokra lassan a pokoli hőség ellenére sem ül már be a kutya sem. Ezt jól tükrözte a tavalyi év, amikor Jordan Peele 68 millióból forgatott dögunalmas nópja éppen csak elkúszott 171 millióig, szemben az év egyik meglepetésének tekinthető mosolyoggyal, ami 17 millióból csinált 217-et. A különbség az volt, hogy míg Peele a világon semmit nem akart mondani filmjével, addig a mosolyog horror közhelyeit beleoltották egy poszttraumatikus pszichodrámába. Az átlag nézőből annyit értett, hogy ez a film valamiért jobban tetszik neki, mint mondjuk a Felelsz vagy Mersz, aki viszont kicsit a függöny mögé lát, kiszúrhatta, hogy a trükk összesen annyi, hogy kapunk egy meglepően összetettre megírt főszereplőt, egy markáns pszichológiai szálat és a feloldatlan gyász témáját. Ezeket nem feszegeti túl mélyen a film, csupán annyira, hogy érezzük, a mosolyog nem pusztán ki akar ugrasztani a mozi székből, hanem filmként is igyekszik funkcionálni. Ezt a kitérőt azért éreztem szükségesnek megtenni, mert érzésem szerint, ami tavaly bejött a Paramountnak, arra idén rápróbált a 20th Century Studios. Legalábbis meglepően hasonló eszköztárral próbálkozik a mumus, mint amit tavaly felismertem a mosolyoginál. A stúdió eredetileg Hulu-ra szánta a filmet, de a tesztvetítéseken olyan jól szerepelt a mumus, hogy végül mégis a mozi premier mellett döntöttek. Na most függetlenül attól, hogy milyen bizalomgerjesztő a felvezetés, gyorsan tisztába kell tennünk, hogy a film itthon 16-os karikát kapott, odakint pedig sima PG-13-mal vetítik, tehát ennek tükrében érdemes féken tartani az elvárásokat. Nyilván a kulcskérdés az, hogy milyen a film önmagában. Nos, nehéz kérdés. A felütés mindenképpen ismerősen szimpatikus. Adott a pszichiáter apuka, aki észreveszi a lányain, hogy valami szekrénybeli mumustól félnek, és természetesen igyekszik szakmai alapokon közelíteni az élményeikhez, csak akkor val csődöt a szakirodalom, amikor a gyerekeket már valami láthatatlan erő repíti át a fél nappalin. Meg külön szórakoztató, hogy ebben a filmben minden agyturkász címeres barom. Az apuka, akinek a lánya könyörög neki, hogy hadd beszélgessenek végre egyet, erre apu, jó apuhoz méltón benyögi, rendben, majd holnap. Végül is igazából Mozart is a premier napján írta meg a Don Giovanni nyitányát, szóval miért is ne lehetne halogatni a fontos dolgokat? Tényleg. Egy másik pszichiáter meg úgy gondolja, a sötétben félő kislányt a sötétben kell terrorizálni egy villogó asztali lámpával, és amikor bepisil, azt tekinthetjük a gyógyulás felé vezető első lépcsőnek. Végül is. Ettől függetlenül maga a felütés az tetszett. Külön elismerésem Rob Savage rendezőnek, aki kifejezetten ügyesen bánt mind a kamerával, mind a fényekkel, és azt nem is lehet elvenni a mumustól, hogy tud feszültséget teremteni. A hangkeverésre külön muszáj kitérnem, mert a stábit példaértékűen kitett magáért. A mumus hangja konkrétan hátborzongató lett. A film egyetlen problémája, hogy ugyanúgy szétesik a végére, mint az összes többi amerikai horror. És igazából hiába igyekeznek egy kicsit komolyabb mondandóval keretezni az alapokat, két okból is vert helyzetben van szegény Boogeyman. Egyfelől, mert egy 20 éves srác novellájára épül a 70-es évekből,
Ami egy dolog, de ettől még kezelhették volna rutinosabban. A mumus túl sokszor időzik jelentéktelen dolgokon, néha mintha egyszerűen elfelejtené, milyen műfajban indul. Másfelől elég nehéz olyan filmek árnyékában komolyat alkotni, mint például a Babadook. Annál többet nem igazán sikerült kihozni a trauma és a mumus kapcsolatából, és úgy fest, ez az állapot nem idén fog megváltozni. A mumus vitán felüli érdeme, hogy jobb minőségű horrort kapunk, mint amihez nyaranta hozzáedződtünk. Aki egy kicsit borzongani szeretne, annak nyugodt szívvel lehet ajánlani, de olyan egetrengető elvárásokat azért ne támasszunk a filmmel szemben, mert horrorként is csak a címszereplő jelenlétében képes működni. Azon kívül feszültséget fenntartani tulajdonképpen képtelen, de nem is nagyon próbálkozik. Cserébe alig több, mint másfél órás. Vannak OTP fiókok, ahol ennél tovább vársz egy ügyintézőre, annál mindenképpen jobb időtöltés a mumus. De ez továbbra is csak egy ember véleménye. Köszönöm szépen a figyelmeteket, ha tetszett a videó, lájkoljátok, ha még nem tettétek meg, iratkozzatok fel a csatornára, és ha már oda kattintottatok, mellette van a kis csengettyű, azt is nyomjátok meg, kommentben jöhetnek a visszajelzések, és ha támogatnátok minket, YouTube-on és Donablin is megtehetitek, link a leírásban, hamarosan találkozunk, Diablo Time, meg lesz még Amnesia Bunker is, meg minden, meg Transformers. Sziasztok!